Böjt más, vagyis március havának 31 napja vagyon, a nap a kos jegyébe lép. Elsőjével kezdetét vette a meteorológiai tavasz. Március a szántókra vár, mondták a régi rómaiak, és a mi szemünk is zöldelő vetések látására éhezik. Ibolyák illatát szimatolnánk, ám ha ki is nyílnak a védett zugokba kertünk ikeleti virágai, a tél visszavonulása nem végleges. Ránk zúdulhatnak még vad hózivatarok, és befagyhat a vizek tükre, mint 1785-ben, midőn a téli sok hó után Gergely napkor ismét térdig érő esett, vagy 1962-ben, március 15-én. A tavasz azonban már a kertek alatt settenkedik, előbb-utóbb ide kell érnie. Lútbörzik nézd a tócsa, vad vidám kamasz fiús, szellőkkel jár a fák alatt, szajong a marcius. A fázos rügy se bújt ki, még hálót se sző a pók, de futnak már a kis csibék, sárgás a rongolyók. A fázos rügy se bújt ki, még hálót se sző a pók, de futnak már a kis csibék, sárgás a rongolyók. Böjt más hava a húsvétot megelőző nagyböjtről kapta a nevét. Ez a Jézus 40 napos böjtölésére és kínhalálára emlékeztető komor időszak váltja fel a nálunk valaha téltemető és termésvarázsló alakoskodásokkal, kiszehajtással, tuskóhúzással, kormozással tarkított vidám farsangot, amelynek utolsó napja a húshagyóked Velencében a 13. század óta ünnep. A német fasang, amiből farsang szavunk származik, szintén húshagyó keddet jelenti. Nálunk is ekkor hágott tetőpontjára a jóked, maszkások, zenészek lepték el az utcákat. Makón az utóbbi években jelmezes felvonulással, hagymakarneválal búcsúztatják a telet. Húshagyó keddet 5-én a nagyböjt első napja hambazó szerda követi. Eleinte csak a nagy bűnösök fejét szórták meg hamuval, a 15. századtól azonban általánossá vált a hambaszkodás. 12-én a Gergelyeket köszöntjük. Névadójuk Nagy Szent Gergely, a négy nyugati egyházatja egyike. A 6. században választották pápává, életműve azonban máig hat. Nevéhez fűződik az egyházi szertartások dallamainak rendszerezése. A róla elnevezett Gregorián az európai zenekultúra kezdete hatott a magyar népzene kialakulására is. Régi időkben március 12-én volt az iskolákban a fél év kezdet. Gergely napján az iskolások köszöntőket mondtak, adományokat gyűjtöttek és új diákokat toboroztak. Ezt a szokást valaha egyformán tartották katolikusok, reformátusok, evangélikusok, a Lajtától a Brassó melletti barcaságig, a mai gyerekek azonban már csak a tananyagból ismerik. Szent Gergely doktornak, híres tanítóknak az ő napján. Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába. Híres nevezetes napokban nincs hiány Böjt más havában. Március ídusán, ahogyan a rómaiak nevezték a hó 15. napját, az 1848-as forradalom évfordulóján, a Magyar Szabadság napján nemzeti színbe öltözik az ország, és utána nem sokára egymás nyomába lépve sorban érkeznek a várva várt vendégek, Sándor, József és Benedek, a tavasz hírnökei, akik a népi regula szerint zsákkal hozzák a meleget. József napját a makaiak különösen számon tartották, a kemence fölötti hagymarácson száradó dughagymát a rákövetkező napon szedték le, s a fokhagyma duggatásának végső határideje is 19-e, különben nem nevel gerezdeket. Jeles nap gyümölcsoltó boldogasszonyai is 25-én. Ez a számtalan festményről, szoborról ismert angyali üdvözlet ünnepe,
amikor Gábriel arkangyal égi üzenettel köszönti Szűz Máriát. Fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Erre emlékeztet az Angelus, a hajnali és esti harangszó. Gyümölcsoltókor feladja magát a hal a mély vízből a part felé, és a régiek szerint e napon a Magdalena asszony is megfogalhat. Ekkor kell elvégezni az oltást és szemzést, de csak növekvő holdnál, mert a fogyóhold fényében oltott fa vagy tőke későbben terem. A középkori húráskönyvek, naptárak miniatúráin és a régi kalendáriumi képeken kosjegyében március havában már javában munkálkodnak a kertekben és a határban. Ezt teszik a jelenkori földművesek is, mihelyest az idő engedi. Sok makói gazda elmondhatná a Lőcsei Csízió szerzőjének szavait. Én szöllőt metszek, gyümölcsfát tisztítom, földet az ekével igen forgatom.